Köszönjük. Én egyébként tényleg rövid lennék, már nagyon sok időm volt végig gondolni, hogy mi mindent szeretnék elmondani nektek, rengeteg mindent tudtam úgy, és most érzem azt, hogy szeretnék is beszélni sokat, de hát az idő véges. Amikor én idejöttem, akkor eléggé szorongva végeztem azt az első feladatot, amikor kellett mutatkozni reggelt, hanem ki mit szeretne. Nyilván ennek megvannak az okai. És a legjobb az, hogy úgy érzem, hogy tovább tudok lépni. Onnan, ahol elakadtam az elmúlt időszakban. Nem akartam. Nekem a legnagyobb segítség a gyerekkori énemnek a megkeresése és megigazdalása volt. Fejbe tudtam, hogy nagyon sokat hozok onnan, nagyon sok fájdalmat, és fejbe próbáltam már feldolgozni többféle módon, de nem minden. És itt olyan dolgok szakadtak fel az elmúlt napokban, hogy most érzem azt, hogy tényleg feljött. Nem csak innen tudtam fel elengedni, megbocsájtani sok mindent, meg elfogadni, hanem érzésből. És innen fogok tudni tovább lépni, most már biztos vagyok. A csoporttal kapcsolatban én mindenképpen szeretném nektek mondani, hogy én már voltam más csoportban, és tehát ott nem jutottam sehol. Sőt, még visszaléptem elég sokat. És hogy nem csak az a lényeg, hogy csoportban vagyunk, hanem hogy kik alkotják a csoportot. És ez tényleg itt egy olyan közösség. Természetesen köszönöm be Zoliéknak mindezt, ahol mindenkinek megadatott az, hogy ő gyógyuljon. Mert mindenkinek kell, gyógyulni kell. Mert amíg nem gyógyul meg, nem tudom tovább lépni. És itt minden lehetőségünk meg volt erre. És ezért nagyon hálás vagyok, mert egyedül nem tudtam volna tovább lépni. Csak így, a közös erőt, amit megérzünk. Hát a programok nagyon jók voltak, és szerintem nem lehet ezeket elfelejteni, vagy legalábbis én szeretném nem elfelejteni, hanem vinni magammal. Csak amikor egy kicsit kibillenek, vagy azt hiszem, nem találok erőt magammal, akkor lesz, vagy mi jusson eszembe, és legyen mi időt elkapaszkodni. És amikor én ide lettem, akkor szerintem mondtam valami olyasmit is, hogy nekem nincsen nagy világ megváltó tervém, és én nem akarok ilyen nagy dolgokat csinálni, csak most magammal foglalkozni. És most a meditáció végére olyan tiszta erőt éreztem magamban, és annyira azt éreztem, hogy annyi mindent szeretnék csinálni, és annyi ötletem van, és annyi tervem is, és hú, de jó, hogy még csak 32 éves vagyok, és annyi tervem. Úgyhogy én nagyon köszönöm, és nagyon hálás vagyok. Jaj, nem tudom. Még nagyon sokáig tudnám mondani, de a legjobb helyre jöttem. Ebben biztos vagyok, és azt biztos sokan szeretnénk, hogy ez így ne vészen el a múltba, és hogy tartsuk a kapcsolatot, de ez csak rajtunk múlik. Helyettünk senki nem fogja megtenni a lépéseket, és ha mi akarjuk, és mindenki egy picit beletesz, csak abban, hogy ez ne egy emlék legyen, hanem ez egy út, ahonnan elindultunk, és menjünk tovább, akkor ez menni fog. Csak mindenki kicsit tegyen bele, és akkor ez így mehet tovább. És mennyivel jobb együtt, mint egyedül. Nekem. Remélem. Köszönöm szépen.